Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Hello mindenkinek, üdvözöllek titeket, ez itt a Dopement TV adása, benne Doperatívval, ami egyben darmadik típusú találkozás is. A törzs fejével, Laci királlyal, a gurúval, akiben csalódni fogsz a holdra mutató ujjakkal. Ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel az igazi Dopement TV YouTube csatornájára, és lájkold, illetve kommenteld, illetve diszlájkold ennek a tartalmait, ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen nyomjál rá az egész kezeddel a kis harangra, hogy kapjál értesítést arról, hogyha újabb tartalom van a csatornán, plusz oszd is meg a tartalmakat. Akárhol követsz, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Reddit, Twitter, egy dolog van, ami fontosabb, mint a lájkok, meg a kedvelések, a megosztások. Tehát tudjátok a jelszót, kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Tehát ebből a megosztás a legfontosabb. A komment az csak titeket érdekel, jó ügyeskedek, néha elolvasom, meg abból is igyekszem meríteni, ami nem feltétlenül pozitív, de a megosztasz az a legfontosabb. Szóval osszátok meg a tartalmakat, azt, hogy hol lehet követni, azt már el is mondtam, úgyhogy nem fogom megint. Plusz segíthetitek a tartalomgyártást a patreon.com/ az igazi Dopement TV oldalon, illetve ha élőben nézitek ezt az adást a YouTube-on premier formájában, akkor jöhet a Super Chat. Na most, amit még tudni kell, hogy a Patreon arcok, akik a Patreonon támogatnak mikroadományokkal, 23-on vannak, és mind a 23-okat csókolom ezúton, ma már kaptak exkluzív tartalmat, ugyanis Dopement és a Joke, ez az új zenekari nevünk, Dopement és a Józsik, mert rajtam kívül mindenki Józsi. Tehát úgy van a zenekar, hogy Dopement, ének, rap, illetve rap vokál, akkor van Balázs Józsi billentyűs hangszerek, Radics Józsi nagybögő, Cibere Józsi ütős hangszerek, és Pityinger Péter, aki Józsi, gitár. Zseni és reppelés. Tehát így áll össze az új zenekari név, Dopement és a Joke, Dopement és a Józsik. Na most fölvettünk 3 dalt, így élő zenekarra, nagyon szép videót rögzített a Schnittman Pictures, ha szeretnétek bármilyen videoklippet forgatni, podcastet, nála van a legjobb podcast stúdió, Budapesten is kurva jó árakon dolgozik, vagy bármiféle esküvő, reklámfilm, keresétek bizalommal, hivatkozzatok rám, akkor talán még valami kedvezményt is ad. És arra kérek mindenkit, hogy iratkozzatok fel a Schnittman Picturesnek is a YouTube csatornájára, kövessétek be Instagramon, illetve itt a Facebookon is megtaláljátok, tehát mindenhol kövessétek, a TikTokon, ugyanúgy, mint engem. Szoros együttműködésben vagyunk egy csomó ügyben, úgyhogy köszönöm, hogyha támogatjátok legalább ennyivel, és üzleti ügyekben is keressétek. Továbbá még 2 alapítványt szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. A gyermekétkeztetési alapítványt, azaz a GYÁT, és a gondoskodás gyermekeinket alapítványt. Mindkettőt megtaláljátok a különböző internetes fórumokon, és ha tetszenek a céljaik, akkor támogassátok őket lélekben, szóban és tebben. Úgy, ahogyan ezt én is teszem, köszönöm a nevükben. A mai nap megkevertem az első dalt, tehát amit kevertem az új albumról, és ennek a címe nem más, mint Pénz meg a hatalom. Ebből hamarosan egy videóklip készült, de a lemez is készül gőzerővel, és hát remélhetőleg elkezdünk majd újra koncertezni, kétféle projekttel is, mert az egyik ez, ahol a rap számokat játsszuk, ez a zenekarral. A másik, az pedig egy ilyen swing jazz standardeket játszó projekt lesz, ugyanezzel a csapattal, én, mint Gangsta Sinatra. Tehát az lesz, Gangsta Sinatra tolja a különböző standardeket, Sinatra mindenféle ilyen ismert
klasszik dalt, amiket az én hangnemembe el lehet adni. Na ez az, amit így tudnotok kell most jelen pillanatban, illetve még azt, hogy a rendkívül jól sikerült buddhista vacsorásnak lesz folytatása, mert úgy látom, hogy nagy igény van rá, és hát egészen odáig toljuk ezt, amíg egyszer csak már a Papp László arénába fogja mondani az áldás Laci atya a Laci egyházba. Úgyhogy a mai témánk pedig élet, halál és válsága az esetek fényében. Ugye a halál esetek, tehát halál esetek fényében, az élet, a halál és a válság az esetek fényében. Na most direkt vártam ezzel a videóval, mert múlt héten két fiatal ember is elhunyt, akik megosztó figurák voltak, de ettől függetlenül, illetve sok szempontból kérdőjelesek lehettek sokak számára, vagy válthattak ki unszimpátiát, de mindenféleképpen a köztudat és a közélet részei voltak, véleményt formáltak velük kapcsolatban, és ők maguk is tettek azért, hogy véleményt formáljanak velük kapcsolatban, de fiatalon távoztak el, és maradtak utánuk szeretteik, akiknek a többi ember véleményétől függetlenül hiányoznak, és akiknek egy űr maradt a lelkében, és most éppen gyászolnak. És ki tudja, hogy milyen messze van még számukra a megnyugvás, illetve ennek a szomorúan katartikus élménynek a feloldozása, vagy feloldódása. És hát én nem akartam ráülni erre a fajta hullámra, ami ezzel foglalkozott, hogy hú, meghalt a Berki Krisztián, meg az Emrihárd, és akkor hú, mit gondolunk erre meg? Nem is ilyen szempontból szeretném feszegetni a kérdést, csak ez a két szomorú eset adott egy löketet annak, hogy így a halál kérdésével kapcsolatban csinálják egy videót, mert aztán ugye ez szorosan kötődik ahhoz a háborús problematikához is, amit a szomszédban zajlik az oroszok és az ukránok között, és egyre nagyobb hatása van a kognitív létezésre, illetve az egész tudati rendszer és annak egókra szeparálódott részeire, úgyhogy a világunkra ez egyre inkább kihat, és egyre negatívabb hatásokat gyakorol az életünkre, úgyhogy ott is vannak összefüggések, azokat is szeretném megpedzegetni, illetve talán kimutatni, valami kiutat mutatni ebből az egész helyzetből. Ha megengeditek, akkor a Buddha soraival kezdeném. Egyébként mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, ez Fórizs László fordítása, és a Dhammapada. Hát nem bizonyított, hogy ez a Buddhának az eredeti szavait tartalmazza, de összefüggésbe hozzák vele, és mindenféleképpen a legősibb okosságokat tartalmazza verses formában. Mindenkinek ajánlom a figyelmébe, mert rendkívül hasznos alkotás. Tehát nem akarok megsérteni semmilyen vallásnak a hívét, akárhol is tartozom, bármilyen felekezethez, de Tóra és Biblia szintű hasznát vehetitek, hogyha megfelelő szemmel és érzékkel látok hozzá, úgyhogy én mindenféleképpen ajánlom a figyelmetekbe. Például a Tankapuja buddhista főiskolán beszerezhető ez a mű, és ebből szeretnék nektek nem is fel egy teljes szútrát, vagy verzét nem akarok, verset nem akarok felolvasni, csak két verszakot, egy Párok című versből. A gyűlöletet sohasem szünteti meg gyűlölet, csak a szeretet. Ez az örökkévaló törvény. Sokan nincsenek tudatában abnak, hogy egyszer mindenki meghal. Akik ráébrednek erre, azonnal abbahagyják az ellenségeskedést, mondja Buddha. Tehát még ezt úgy Krisztus előtt 500 évvel. A gyűlöletet sohasem szünteti meg a gyűlölet, csak a szeretet. Ez az örökké való törvény. Micsoda szinkronicitás? Sokan nincsenek tudatában annak, hogy egyszer mindenki meghal. Akik ráébrednek erre, azonnal abba hagyják az ellenségeskedést. Szóval.
Igen, hát szóval az első számú dolog, hogy nem helyezzük oda a halált, ahova való, mert azért, mert eleve halálnak hívjuk. Tehát ugye azt mondjuk, hogy van halál. Közben a halál az az élet része. Születésbe kódolt üzenet, vagy történés a halál. Tehát a születés meg a halál, az kézen fogva jár, mint egy szerelmes pár. De hogyha a létezést megfelelő módon figyeljük meg, akkor rájövünk arra, hogy tulajdonképpen folyamatos mozgás van, és a létezés az nem szűnik meg. Tehát az ego létezése az a szakasz, amiben megvalósulunk én, te, mi, ti, ők, az a szakasz véget ér, de maga a létezés folytatódik tovább. Sőt, a legszebb az különben, hogy mi, meg ti, meg mindenki mindig is ott volt, és mindig is ott lesz. Csak valamiféle más formában. Ezt egyébként Einstein is elmondta már, számtalanszor felhozom a példát, tehát nagyon komolyan üzenget nektek az univerzum, meg a világ, hogy az energia az nem vészel, csak átalakul. Csak mi emberek hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mi valahogy kívülállunk a rendszeren, mi ránk nem hat. Mi így idejöttünk a bolygóra, hogy leuraljuk, legyőzzük a bolygót is, a minden egyéb teremtményét, kreatúráját, meg egymást is különben. Tehát mi azt hiszük, hogy kívül állunk a rendszeren. Aztán mindig jönnek ilyen üzenetek, hogy például, hogyha meleg van, akkor izzadunk. Szóval, hogyha kívül állunk a rendszeren, akkor miért izzadunk, ha meleg van? Ha hideg van, akkor fázunk. Ha kívül állunk a rendszeren, meg a rendszer fölött vagyunk, a pozícionálva, akkor miért fázunk, ha a rendszerben hideg van? Ha van kaja, akkor tudunk enni. Ha nem tudunk enni, akkor éhesek vagyunk. Ha éhesek vagyunk, és a bolygó nem ad nekünk elég táplálékot, akkor éhe halunk. Tehát az az igazság, hogy a rendszer részei vagyunk, és egy folyamatos nagy örvénylésnek vagyunk, a folyton megtestesülő manifestációi, jelenségei, akik addig vannak és addig léteznek, amíg a feltételeik adottak. Tehát én például az én lehetőségem az mindig megvolt, mindig fennállt, egészen addig lehetőség formájában, amíg édesanyám meg édesapám egy szerelmes éjszakán 1973-ban a Balaton északi partján úgy nem döntött, hogy egymásba olvadván a szerelem oltárán létrehoznak engem, mint megvalósulást, és ott a feltételeim megadattak ahhoz, hogy megjelenjek a világban. Tehát ez nagyon fontos, és mikor a feltételeim meglettek a létezésemhez, akkor megszülettem. És tulajdonképpen az életünk az folyamatosan arról szól, illetve azt próbáljuk működtetni, hogy folyamatosan fenn akarjuk tartani ezeket a feltételeket, hogy az életünk az minél biztosabban, minél hosszabb távon tartson, és minél kényelmesebb körülmények között folyjon le. De az az igazság, hogy miközben erre hajtunk, marhára szarul érezzük magunkat. Tehát lehet, hogy eljátsszuk a színházat, meg a mozit, hogy milyen király, meg fasz a dolog, minden, de közben nem érezzük jól magunkat, mert amíg arra hajtunk, hogy biztonságos körülmények között éljük le az életünket, a lehető legnagyobb gazdagságban is, tárgyakkal, meg pénzzel, meg minden mással körbevéve, közben belehalunk abba, hogy ezt akarjuk megvalósítani. Nem érünk el semmit igazán bele, csak annyit, hogy szenvedünk reggeltől estig. Tehát a két fiatal ember, aki távozott, ők sajnos ezek a tökéletes példái voltak, és hogyha jó belenéztetek a szemükbe, meg úgy megfigyeltétek a megnyilvánulásaikat, és túléptetek azon, hogy mik a prekoncepcióitok velük kapcsolatban, akkor rájöttetek, hogy pontosan ezt a szenvedést élték. Plusz a biztonság érzete az csak egy illúzió, tehát biztonság nincs. Abban a világban,
amit az ego teremt, ott a biztonság az nem létezik. Mert az ego ugye olyan szűk határok között képes hatást gyakorolni a világra, tehát még egy olyan is, mint a Joe Biden, vagy a Putin, érted? Vagy a kínai elnök, akik nagyon nagy hatalommal, nagyon nagy befolyással rendelkeznek, és azt hiszük, hogy mindenre képesek, és mindent meg tudnak valósítani, és bármit elérhetnek, ők is nagyon szűk keretek között vannak hatással az univerzumra. Tehát egyrészt az univerzum összes többi működője a szintén hatással van, és mivel mindenki nem tudásba létezik, tehát mindenki ugyanezt hajszolja a maga szintjén, ezért mindenki önző, önös érdekek szerint jár el, és ez egy folyamatos súrlódást alakít ki a világban, meg ütközést. Tehát ebből van ez a folyamatos harc, ami valahol egyébként távolról nézve mégis egy egyensúly lesz, mert a sok igazságtalanság folytán történő ütközésből, meg tragédiából, amit csinálunk, kialakul valamiféle egyensúly, csak ez számunkra, az ego számára fájdalmas, mint például ez a háború. Hogyha másképp állnánk magunkhoz, tehát hogyha például megpróbálnánk, én egy tanácsot adok nektek, próbáljatok meg kedvesek lenni. Meglátjátok, hogy működni fog a kedvesség, mert nem vagyunk kedvesek egymás. És például ma túl vagyok életem egyik legboldogabb sétáján, ezt nagyon őszintén mondom el nektek, és nem mentem el hozzá külföldre, nem utaztam el egy tenger partjára, nem mentem a világ legjobb autójával, semmi. Fölvettem a cipőmet, és a lakásomból gyalog elmentem a Tesco-ig, hogy miközben mentem, a fejemre raktam a fülhallgatót, és a kedvenc dalaimat hallgattam. És néztem a természetet, meg fönn az eget, a lemenő napot, a felhőket, stb. Utamban a fákat, minden, és óriási mosoly töltötte be a lelkemet, és elhatároztam, hogy egész egyszerűen nem vagyok hajlandó idegroncsá válni, akkor se, ha fölmennek az üzemanyagárak, akkor se, hogyha drága lesz a kaja, akkor se, ha elpusztítja magát a világ. Tehát nem teszem meg azt a szívességet, hogy vicsorogva járok az utcán, hanem örömteli szívvel fogom megtenni ezt a másfél-két kilométert, és soha az életemben nem teszem meg azt a szívességet, hogy fogom és tönkre vágom magamat. Ezzel, hogy fölveszem ezt a fajta rezgést, amit a világ most sugároz. És kedves leszek az emberekhez, igyekszem kedves lenni, törekszem arra, hogy kedves legyek azokkal is, akik szeretnek, nyilván velük szemben könnyebb lesz, azokkal is, akik negatívan állnak hozzám, vagy megkérdőjeleznek, vagy megtámadnak bármilyen módon, ővelük is igyekszem kedves lenni, és meglátni az ő mögöttük zajló folyamatokat, és azt a filmet, ami mögöttük megy le. Mert ugye nem tudásban van a világ, és ez okozza ezt a folyamatos szenvedést, amiben élünk. Ezért van a halál is. Tehát ugye nézzétek meg, hogy például Berki Krisztián, és láthatóan azt hittük, hogy célba ért, de nem ért célba. Sőt, ugye nem volt figyelmes. Nem volt figyelemmel az élet felé, és miközben azt hitte, hogy valamit működtetni képes, egy másik oldalon, mint egy botor, ostoba gyermek úgy nyúlt, mint tudom én, a tudatmódosító szerekhez, vagy akár, hogy nem kalkulálta be, hogy mi történhet, és a figyelmetlensége miatt most fájdalmat érez a családja. És ez van az, hogyha nem vagyunk figyelmesek, akkor így ér utol minket az a történés, amit magunknak ásunk. Hiszen a karmát magunknak alakítjuk. Tehát, hogyha megnézitek, nagyon furcsa az, hogy itt a szomszédban meghalnak az emberek Ukrajnába. Vagy akár, hogy meghalnak a Berki Krisztián, vagy a nagyapák, a nagymamák, a szülők, a gyerekek, mert mindenki elmegy valaminek a folytán, mikor megszűnnek a feltételei. És akkor vannak ilyen dolgok, hogy például ugye háború van.
és mutatják az ukrán gyerekeket, akiket megölnek. Jó, tegnap már, vagy valamelyik videóban meg fölemlítettem azt, hogy nagyon érdekes, hogy a Zelenszkij, aki egy ukrán államfő, és az első számú feladata az, hogy biztonságban tudja a népét, és várhatóan sejti, hogy hol lesz harci cselekmény, ott hagyja a gyermekeket a haditerületen, ahol nyilvánvaló, hogy milyen sors vár rájuk a legszerencsétlenebb esetben. Tehát ez is érdekes, de az az igazság, hogyha belegondoltok, hogy tök furcsa, nem, hogy erre fölkapjuk a fejünket, hogy meghalnak a gyerekek, meg robbannak a bombák, meg szétrombolnak mindent, meg itt a Covid, és akkor jön egy betegség, és akkor mindenki retteg, hogy meghalunk meg. Jaj, vége lesz az életünknek. Tehát látjátok, hogy például szegény Majka megint elkapta a Covidot, és most ebből már egy újságcikk lett, hogy ő taknyos volt, érted? Mert ő ezt valóban úgy éli meg belül, hogy ez egy hú, bazzek, ez milyen betegség, és meghalok, és vége mindennek, érted? És közben itt a hétköznapokban mi emberek úgy élünk, hogy 1 milliárd dolgot csinálunk nap, mint nap, amiben ugyanolyan könnyen belehalhatunk, mint a ukrán fronton az emberek, vagy egy covidos betegségben. Sőt, százszor könnyebben halunk bele, mint a covidba. Olyan dolgokat csinálunk nap, mint nap az úton, közlekedés közben, a családokon belül veszekedés közben, a táplálkozásunkban, az életvitelünkben, stb. És azokra nem kapjuk fel a fejünket. És ez azért van, mert azt hiszük, hogy meg lehet úszni, meg van biztonság, meg stb. És amikor valamilyen helyzetre ráirányítják a reflektorfényt, akkor beadják is, hogy attól kell rettegni. De attól sem kell rettegni, mert az életnek ez velejárója, a súrlódás, és az ütközés, amíg ütköző és súrlódó módon akarunk élni, érted? Addig mindig lesz háború, lesz háztartási vita, vagy háztartási vita, stb. Tehát nehogy azt higgyétek egyébként, hogy a Putyinnak, meg Ukrajnának a konfliktusa, vagy a Amerika, meg a világhatalmak torzsalkodása, az nagyban különbözik egy házassági vitától vasárnap délbe a konyhába. És ugyanaz. Csak más a díszlet. Ugyanaz a nem tudás generálja, ugyanaz történik, semmi különbség nincsen, csak fegyverekkel vívják, a másik meg ütik egymást klopfolóval, érted? Vagy a készúrja a hátába. De kicsibe, nagyba ugyanazt műveljük, ugyanazt csináljuk, nincsen különbség. És ez azért van, mert nem vagyunk kedvesek, és azért nem vagyunk kedvesek, mert nem vagyunk tisztában vele, hogy mind meg fogunk halni. Mind meg fogunk halni, és ezért nagyon fontos, hogy a halált például azt maga természetében meg kéne tanítani a gyerekeknek. Ez lenne az első számú dolog, amit meg kéne tanítani a gyerekeknek, már születésüktől fogva, hogy a születésbe kódolt, kifejlett a halálnak nevezett dolog. Ami nem halál, mert csak egy kapu nyílik, egy tovább lépés, egy másik útra lépés, mert tudjuk, hogy az energia nem veszik el. Tehát tapasztalati alapon tudjuk, hogy csak átalakul, formálódik, a készségek mennek tovább. Tehát ezernyi módon üzen nekünk ez a videójáték, amiben itt élünk, hogy ez nagyjából hogy működik. Tapasztalati alapon látható ez. És mégis elzárjuk magunkat az igazságtól. Na most, hogyha ezt már gyerekkorban megtanítanák a gyerekeknek, hogy ez az élet, hogy az életeddel akkor tudsz kezdeni valamit, amikor ott vagy, abban a pillanatban. Ha ezt a Putyin tudná, meg a Zelenszkij tudná, meg az ukránok tudnák, meg az oroszok tudnák, hogy ez így van. Tehát nem csak valamilyen hagymázas dologként élne, hogy hát majd egyszer meghalok, meg lelőnek, hanem tudná, hogy bármikor meghalhat bárki. Tehát az emberi lény az egy precíziós gépezet, erekből, szervekből, összekötött információ áramlásokból áll. Tehát nagyon nem mindegy, hogy él.
Mert hogyha például nem megfelelően él, és én éltem nem megfelelően, tehát én azon röhögtem pont most séta közben, hogy micsoda csoda adatot meg nekem, micsoda köszönet jár nekem magamtól, meg mindenek, ami körülvesz, és annak, ennek a valaminek, hogy én itt vagyok, hogy még itt vagyok, érted? És azok után, amit műveltem, én még élek. És hallgathatom a marha jó számokat, és megtalálom a Stevie Wondertől az Ebony Eyes című dalt, és végighallgatom, és király, hogy vagyok, és létezem. Annak ellenére, amit műveltem, mert egy millió és egy alkalom lett volna arra, hogy ez a gépezet nem működjön tovább, ami én vagyok. Tehát amikor a feltételek megszűnnek, vagy fölborulnak, a lénynek abban a formában vége van. És ez bárkivel, bármelyik pillanatban megtörténhet, és nem kell hozzá háború, meg nem kell hozzá betegség, meg nem kell hozzá semmi. Hanem egész egyszerűen ez a működésnek a sajátja. Tehát az is elég, hogy túl sok pálinkát iszol, meg kávét mellé, vagy nem mozogsz, vagy nem figyelsz magadra, vagy az idegrendszeredet folyamatosan túlhajtod, túlpörgeted, és az ereid feszülnek, a vérnyomásod magas. Tehát ez nagyon sok könnyen előfordulhat. Tehát a feltételek bármikor borulhatnak, és akkor az véget ér. És épp ezért, ha egy gyereknek ez meg lenne tanítva, már kiskorába, és ezzel szembesítve lenne, és tudná, és természetévé válna, hogy tudja, hogy ez az ő természete, ez a létezés természete, hogy ebben a formában csak most és itt cselekedhetsz, és csak itt és most tehetsz bármit. Csak itt és most tehetsz bármit, és csak itt és most lehetsz kedves. Tehát, hogy az emberek tudnák, hogy ha kedvesek, akkor másképp működik a dolog, mert valami olyan elől menekülnek, meg valami olyan ellen hajtanak, amit nem lehet megúszni, és nem is kell. Mert ez a játék természete. Gondoljatok bele a vámpírfilmekben, nézzétek meg azokat a szerencsétlen vámpírokat. Alig várják majd valaki megölje őket, érted? Karod döfi a szívükben, már olyan rohadt unalmas az életük több száz éve. Mindent csináltak már, minden perverziót kipróbáltak már, minden vért kiszívtak, öltek, gyilkoltak, állatot ettek már, mindenhogy ment, csak szenvedés van az egész létezésükből. Semmit nem ér az öröklét, semmit nem ér a gazdagság, semmit nem ér kedvesség nélkül semmi. Na most értitek, ezért mondom, ha ezek tudnák ezt, akik a háborút csinálják, ez nagyon buta emberek, akik a világot vezetik. Azt hiszik, hogy okosak. Okosak valamiféle módon, hogy ezt a szenvedő mahinációt fenntartsák. De csak ez van eszük, tehát ez semmit nem nyernek azzal, hogy most mindegy, hogy a nagy Great Reset, vagy a zöld politika mentén zajlik ez le, vagy a szuperállam létrehozása, teljesen mindegy. Mindegy, hogy milyen formában alakul ki a rabszolgatartó társadalom, érted, vagy a robot társadalom, vagy akár, teljesen mindegy. Nem lesz benne öröm, mert annak sincs öröme, aki a hatalom meg a pénz. Ez ugyanaz, nézzétek meg az árakat. Ugye mindenki fosik, mennek föl az árak, mert hogy jaj, nincs búza, meg nincs ez, meg nincs az, meg nincs amaz, meg nincs ellátás, meg nincs ipar, meg nincs semmi. Gyerekek, minden van. Tehát a hat óriási tévedés, minden van. Pont elegendő búza van a földön mindenkinek, pont elegendő krumpli, pont elegendő kőolaj, pont elegendő gáz, pont elegendő víz, hal és minden más. Minden más van itt. Ez a maga a paradicsom, amiben mi élünk. Ami itt pokol lesz, azt mi csináljuk benne. Tehát mindenből elegendő van, egyszerűen azt játszuk mi emberek, ez a beteges perverz játék, amit játszunk. Már azt hiszük, hogy ha legyőzzük a másikat, akkor nekünk tovább tart a játék, pedig nem. Mert ha legyőzöm a másikat, akkor kell valaki más, aki ellen ezt a játékot játszhatom. De most az lett a játéknak a neve, hogy most nincs búza, meg nincs semmi. És akkor most jaj, hú, most félre, és fölmennek az árak, és most azt nézik, fölmennek az árak, és miből most mennyit vagyunk még hajlandóak kifizetni, meg adni érte, meg rettegni tovább. Tehát tök vicces, hogy
És minden bőven több van, mint ami kéne. Ha nem lenne több, nem lenne ennyi kövér ember, mert nem tudnának mit megenni, értitek? De meg tudnak enni mindent, mert van mit megenni. Tehát itt a lényeg, hogy ha az emberek megtennék, hogy kedvesek egymással szembe, és csak egy kicsit többet fogyasztanak, mint amire szükségük van. Nem azt mondom, hogy ne fogyasznak többet, mint amire szükség van, mert ez túl nagy elvárás, hogy mindenki középen járjon, és én se tudom tartani. Emberek vagyunk, tehát alapvető kódolt tulajdonságunk szintén mindig ez a hibázás. De a hiba kijavítása is a kódolt tulajdonságunk, és ezt is fel tudjuk ébreszteni. De ha csak egy kicsit fogyasztanánk többet, mint amire szükségünk lenne, és kedvesek lennénk egymással, akkor most nem állnánk megint a végítéletnek a peremén, ami egyébként nem olyan szörnyű dolog, mert az apokalipszis szó értelmének utána néztem, és az csak annyit jelent, hogy lehúlik a fátyol. Tehát a világ megmutatja a valódi önmagát, és akkor rájövünk, hogy lehet, hogy hibásan működünk, meg nem túl ügyesen csináljuk ezeket a dolgokat, mert az tény, hogy a legtöbb dolog, amit csináltunk, meg felfedeztünk, meg létrehoztunk, azt tulajdonképpen nem szolgált túl nagy hasznunkra. Tehát ha belegondolok, igazából mire kell nekünk atombomba, az mire jó? Meg egy csomó minden, amit kitalálunk, meg felfedezünk. Tehát értem, hogy vannak valamiféle előnyei, de ha jól megnézed, csak a problémát gyártjuk magunknak, a tudomány által is. Tehát felfedezünk egy csomó mindent, de csak újabb és újabb problémákat generálunk belőle, mert nem tudjuk ezt az adottságunkat sem, meg ezt az adományunkat sem megfelelően használni, hogy mi fölfedezünk dolgokat, meg képesek vagyunk könnyíteni az életünket, de mi ezt is kitorzítjuk, kicsavarjuk. Tehát igazából hiába fedezünk fel bármit, minden ellenünk fordul, amit csinálunk, mert mindent elcseszünk, szétcseszünk. És igazságokat akarunk tenni, hogy ez a jó fiú, rossz fiú, nincsenek jó fiúk, erről is beszéltem az előző videóban. Senki nem jó fiú, meg senki nem rossz fiú. Ezt mi mind együtt játszunk, mi ezt akarjuk játszani. Például. Tehát mi most ezt akarjuk játszani, hogy drága az olaj, meg drága a gáz, meg nincsen benzin, meg búza, érted? És hol ott van? Minden van. És akármilyen furcsa, azt hiszitek, hogy valami nagy összeesküvés, hogy az emberekből rabszolgát akarnak csinálni. Semmi összeesküvés nem kell ez, mert ez mindig így volt. Az emberek többsége mindig rabszolgaként gondolkozott, és rabszolgaként viselkedett, és azért, mert ugyan nem tudásban van, mint az, aki rabszolgává teszi. És az sincs semmilyen előny birtokába, mert a börtönőr ugyanan fogja a börtönnek, mint a börtön lakó. Érted? Semmi különbség. Egyikük se szabad. A fáraó se szabad, a király se szabad. A király uralkodik a népén, és figyelnie kell mindig, hogy gondosan uralkodjon, vagy beterrorizálja, vagy akármi, de kiszolgálja a népe igényét, mert különben elpusztítja a népe. A népnek meg kell a király, hogy irányítsa, és azért szeret alatta sinylődni, mert hogy akkor meg ha nincs királya nélkül, ki tud áll, vagy ki fogja őt vigyázni, érted? Tehát a nem tudásban vagyunk, és ezért nem vagyunk figyelmesek sem magunk felé, sem a másik felé. És ezért nem vagyunk kedvesek. És nem volt kedves a... Ezért például szegény bárki se nem volt kedves magához. Nem volt figyelembe. Érted? Mert a figyelembe vagy... Szeretettel vagy, például belegondolsz, ha szereted a gyereked. Tehát így születik meg a buddhista etika, vagy a buddhaféle erkölcs, vagy morál, mert ha figyelemmel vagy a dolgok iránt, és például van egy gyereked, és figyelsz rá, ugye, mert szereted a gyerekedet, és szeretnéd, hogy minél tovább a társaságodban legyen, meg védelmezni tud, meg kísérni az útján, meg... támogatni, amíg szüksége van rá, akkor a figyelemmel vagy, a szereteteid iránt,
akkor azért élsz megfelelő módon, hogy lecsökkentsd annak a lehetőségét, hogy a feltételeid megszűnjenek. Tehát nem azért nem drogozol, mert egy szent fazék vagy, meg egy ő ilyen meghibbant hippi, vagy akármi, tök mindegy, hanem azért, mert tudod, hogy mindahányszor ilyesmit csinálsz, akkor kiteszed magad az idő előtti távozás lehetőségének. És akkor hogy szereted a gyerekedet? Ez ugye, ha beülsz az autóba, akkor is kockázatot válasz. Csomó ember, nézzétek meg, hát mennyire figyelnek a szeretteikre, mikor telefonoznak az autóba, vagy mikor csinálnak egy csomó olyan dolgot, ami ön és közveszélyes. Hát mennyire szereti a Putyin például a gyerekeit szerinted? Mennyire szereti a Zelenszkij a népét? Mennyire vannak figyelmesek? Mennyire szerette a Berki a családját? A szavak szintjén lehet, de ez csak a szavak szintje. A szeretet az ott születik meg, ahol a figyelem. Akiket szeretek, azokra figyelek, és igyekszem úgy cselekedni, hogy ott lehessek számukra, ameddig csak lehet. Tehát vigyázok az egészségemre, figyelek mindenre, éber vagyok, mindig éber jelenlétben vagyok, nem teszem ki magam fölösleges szaroknak. Úgy is teremteleget az univerzum anélkül is, hogy én kitenném magam, nemhogy még izé. Tehát jön a vihar magától, nem kell bele kormányozni a hajót, de ez azért van, mert nem tudás van. Tehát ezért nem lehet hibáztatni senkit, mert az emberek így élik az életüket, ezért háborúzunk. Ezért ítélkezünk, ezért osztjuk az észt a másikkal kapcsolatban, hogy ez egy köcsög, az egy fasz. Érted? Mert nem tudás van. Mert azt hiszük, hogy mi a világon kívül vagyunk, sőt, még a másikon is kívül, holott, ha megnézitek, az emberek, azok ugyanolyan anyagból vannak, ugyanolyan készségekkel rendelkeznek, ugyanazok az érzelmek, ugyanazon az érzelmi skálán mozognak. Semmi különbség. Nem tudsz másféle dolgokat érezni, mint más emberek. Vagy te nem tudsz máshogy dugni. Te nem tudsz más csinálni. Ugyan érzékszerveid vannak, mint a többieknek. Az egyéni törekvések formálnak minket egyébként különbözővé, tehát hogy alap dolgaink ugyanazok, az, hogy most ki szebb, ki csúnyább, ki szimpatikus, ki unszimpatikus. Bocsánat, ki mit sugároz. Ez az, hogy hogy alakítom az életemet, milyen készségeket kerekítek ki magamba. Úgyhogy ezen jó lenne, ha sokan elgondolkodnának, de higgyétek el, sose késő. És az én üzenetem az, ma este nektek, hogy legyetek kedvesek. Legyetek kedvesek, elsősorban elég, ha elkezditek magatokkal. Legyetek kedvesek magatokhoz. Bocsássatok meg magatoknak, mert ugye mindannyian megbántunk másokat, rálépünk a lábára, akár szándék nélkül is, tehát van mit magunknak is megbocsátani, de meg kell bocsátani a többieknek is, és igyekezni kell kedvesnek lenni, és el fogunk benne bukni mindannyiunk folyamatosan. De akkor is csak így fog megváltozni a világ, mert egész egyszerűen a világ, ez tükörreflex, azt prezentálja nekünk, amit kérünk tőle. Ez rémületes, vigyázz, mit kívánsz, mert megkapod. És nézd meg, ezért van a háború. Mert vigyázni kell, mit kívánunk, mert megkapjuk. És nem volt jó a jólét, nem volt jó, ez se jó, semmi nem jó, mert nincs egyensúlyban az ember. Nem kell áldozatot hozni, elég, ha annyit tesztek, amit fel tudtok ajánlani, nem kell egyből megmászni a Mount Everestet, el lehet kezdeni kicsibe, de érdemes erre törekedni, és akkor, ha erre haladtok, akkor egyre kevesebb tragédiával fogtok találkozni. És nagyon szomorú vagyok, hogy a Berki Krisztián ezt nem értette meg, és emiatt most nélkülöznie kell a családjának őt.
ezért együttérzésem, és mindenki más felé is, mert nagyjából mindenkinek ezért kell nélkülözni sokakat. Tehát nagyon kevés van az, amikor tényleg úgy szépen idősödik meg az ember, és úgy megy el, ahogy kell. Az nagyon kemény munka, hogy úgy távozzál ebből az életből, ebből a létezésből, ahogy kell. Szépen, tudatosan, egyenes háttal, kedvesen, tudván az, hogy mellett az időm, és meg tovább. Mert nem lehet ebbe se beleragadni, mert menni kell. Tehát, hogy ez a cél. Elindulunk a társasjátékba, startmezőről, és mikor körbeérünk, akkor új játék kezdődik. A stop meg a startmező egybe van, nem kell fosni. De nem kell sietetni sem, mert szenvedés lesz belőle, látjátok, háború. Meg ilyen halálok, meg minden. És látjátok, hogy mindig, mindenki azt hajtja ezeket az anyagi dolgokat, játsszuk ezt a pénzt, ezt a közgazdasági gazdálkodj okosan. Nem sok vidám ember szalad gáz utcán. És ez a sok szomorú ember, akiket látok, meg ez a sok ingerült ember, meg ez a sok ideges ember, ez mind félre sikerült gyerekkor eredménye. Tehát a szülőknek hatalmas a felelősségük. És emiatt nagyon jó, ha mindent megtanítotok a gyerekeknek. Nem tabukat kell előttük állítani, hanem a tabukat le kell dönteni, és a saját nyelvükön közölni velük, hogy miről szól a valóság, mi a játék. De hogy közlöd velük, hogyha te se tudod, hogy mi az? Tehát ezért kell rájönni arra, hogy miről szól a játék. És ha rájönnénk, hogy miről szól a játék, akkor már béke lenne, meg az a két fiatal ember is még a gyerekével lenne, meg a családjával, meg a szerettével, meg mindenki sokkal mosolygósabb lenne. Na ennyi, amit el akartam ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm, hogy meghallgattatok, ha tetszett, osszátok meg a videót, és majd jönnek az újdonságok. Csá! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!